Na szavaztok, ez egy újabb Free Fire vásárlós videó, ugyanis bejött egy eléggé jó event. Mondjuk, hogy hány százalékot kaptam ebbe, az nem valami jó. What the fuck? Hát 56%, még így is eléggé olcsók a dolgok, de nem annyira, amennyire kéne az ilyen eventekbe. De mindegy, van egy-két jó cucc egyébként. Például ez a katana, ez a fal, illetve ez az emót is eléggé jó. Mondjuk én nem vagyok annyira emótos, de ezt lehet, hogy megveszem, mert azért ez nem annyira rossz ajánlat. 300-é. Hát ezek a skinek, amik ezek itt vannak, ezek nagyon fosok. Azért még ilyen skin még Gold Royale-ba is gyászos lenne. Na majd még 500 diáé, mondjuk előleg 1200 ér. Hát nem tudom, hogy melyik világban amúgy. Ganana szerint minden fos skin annyit ér, mondjuk, vagy ez sokat ér. Akkor kezdjük is szerintem a katanával, 220 diáé, ami nem olyan rossz deal, azért effektes katana skin, ez nem olyan rossz. Illetve a fal skin, ez egy eléggé régi, eléggé jó fal skin. Oké, ez nem volt meg még nekem, egyszerű, most már megvan. Illetve ami még ebből a shop részből úgymond megérni, hát ugye nyilván még az emote, de amúgy ez is tetszik nekem, ez a Skyboard Kitty Ride. Ez eléggé jó pofa amúgy. De elvileg még át lehet menni egy másik oldalra, ahol van az a férfi skin. Nem tudom, hogy akkor csak ez a skin változik meg, vagy még ez itt lent, itt ez a shop. Mert akkor lehet, hogy még a másik oldalon lenne valami jó ajánlat. De mindegy, akkor kivesszük ezt az emótot, igen. Ez nem rossz deal. És lehet, hogy még azt a izét is meg kéne próbálni, de igen, itt átmentünk, és itt új dolgok vannak. Oké, és most már tudok váltogatni, igen, most már tudok váltogatni, megszerű. És akkor itt ezen a részen mik vannak? Hát annyira itt, annyira nagyon ilyen csak fegyverládák vannak, ilyen nagyon jó díleket nem nagyon látok. Ami még érdekes, az ez, nézzük meg, ez mi? Ez is valami Skyboard, de hogy ez milyen? Nézzük meg. Aha, hát ez nem tudom, hogy mi akar lenni amúgy. Szerintem az a macskás, az sokkal jobb. Sokkal izébb. Lootbox, oké, hát az most ilyen faszt érdekel amúgy. 5-200 év van ez a izé, hogy vegyünk egy ilyen skint. Nézzük meg csávóra, hogy né. Hát nem, de ez akár, hogy nézzük, ez nem éri meg. Mi ez? Ilyen fos skint beraknak amúgy, komolyan mondom. Nem tudnak valami jobb skint berakni ilyen eventbe, hogyha már ilyen event van amúgy, amit meg is akarnának szerezni az emberek amúgy. Hát akkor lesz ez a Kitty akármicsoda. Ez sokkal jobb szerintem, mint a másik. Nagyon jó pofa szkinecske. Amíg 700 diánk, akkor már ilyen ilyenbe kéne belebaszni, elkölteni. Ez mi bohóc, izé. Fegyverszkinek nem éri meg, mert úgyse kapnánk belőle semmit. Ilyen izé, mert nem érdekel lootbox. Ez a másik izé, meg már minek. Olyan fasz, az mennyi? Az 500-ba kerül, de amúgy ez nem valami jó elit passz, amúgy szerintem. Mondjuk, zé olyan fasz. Mondjuk, hát mondjuk elég jó. Mondjuk már mióta, mikor van már jó olyan passz, amúgy. Már kb. Mindegyik ilyen nagy fos amúgy. Új playereknek mindig megér, mert egy csomó jó dolog van, vagy hát tudsz van benne így kezdőknek, skinek, táska, minden, ilyenek. De így, aki már huzamosabb ideje játszik, azoknak nem nagyon éri meg. Férfi, de ilyen skin van, ládában, mi van? Itt ládában is van ilyen fosizé, ilyen skyboard valami. És te, hogyha valami jó skint beraknának ide, akkor még meg is érni, hogy az emberek megpróbálnak megszerezni, meg ilyenek, mint amikor az S2-es Elite Pass volt benne. De most már ide is csak ilyen bohótságokat raknak be amúgy.
Oké, vettem 100 diát, hogy meglegyen az 500 dia, csak hogy meg tudjuk venni ezt a bolyápaszt. Amit egyébként nem vettem volna alapból meg, csak ha már 400 dián volt, 100 dia kellene ez a szarhoz, akkor vegyük meg ezt is, meg hogy ez is benne legyen a vásárlós videóba. Yeah, megvan az elit passz, amiből nem tudom, hogy mi az értelmes amúgy, amit kaphatunk. Mik ezek a izék amúgy? Kapunk ilyen bósztságokat, hogy 4 emócslot, meg ilyen ikon. Jó, mondjuk ez az ikon, ez elég menő amúgy, de gondolom eléggé sok embernek amúgy is meg lesz. Fiú, volt már ettől szarabb izé elit bolyápasz, de azért ezek nekem már nem tudnak újat mutatni, tehát de ja, de mindegy, egyenek elmegy 500 diáj, mondjuk hogyha valaki venne diát, mennyi 500 dia, 2000 forint, na, úgy már amúgy nem érni meg szerintem egyáltalán, semennyire. Úgyhogy te nem nagyon ajánlom, hogy ilyenekre költsetek. Nézzük meg, milyen skint kaptunk amúgy. Amúgy nem rossz így. Külön-külön vannak azért jó részek. És ha már itt vagyunk ebben a videóban, akkor menjünk egy rankedet is. Hoppá, és eléggé jól néz ki ez a Kitty Ride Skyboard. Nekem eléggé tetszik, tök jó pofa. És úgy látom, hogy jön is ide egy gyenemi. Egyelőre csak egy embert jelez a radar. Leesünk a tetejére, aztán meg ide a földre. Igen, ezt én is így terveztem. Van egy üzink, amivel most már le tudnánk rohanni ezt az emberkét, aki ide jött. Doboz már kinyitotta. És én is meghaltam, mi a szar. Oké, okay, nem tudom, hogy mi volt, de újra éledünk. Szar a pingem, most nem tudom mi amúgy. Egyszer lemegy, egyszer fel. Akkor elszállunk ide ezekhez a házakhoz. Megpróbálom magamat felútolni egy nyugisabb helyen. Már megdöglöttünk amúgy, de amúgy eléggé sokszor van ilyen amúgy, ugye ilyen képességek miatt amúgy körülbelül vannak olyanok, hogy izé fájtalunk, azt mindenki meghal, mind a ketten meghalunk benne amúgy, szóval eléggé fos amúgy, szóval leérkezik az ember, elkezd fájtolni, és hogyha meg is eli az enemit, akkor lehet, hogy még az enem is megeli őt, mert nem tudom, leszedi a shieldjét, mit tudom én, lenokkolódik, addig valaki hátba lő, meg lelőtte, az meg még nem hal meg, mert még lenokkolódik. Nem tudom, hogy szalóban minek kellett bepakolni ilyen hülyeségeket amúgy, de hát tényleg nagyon élvezetes amúgy. Na, kilútoltam ezeket a házokat, és ami a legjobb volt benne, az így hármas veszt. Közben átváltottam mobilnetre, mondjuk nem, mint hogyha ez jobb lenne, mert ez is egy laggos szar, hiába van 50-es pingem. Amit még mindig nem tudok megfejteni, hogy miért. Mármint, hogy miért laggal meg szaggat úgy, hogy 50-es a pingem, na de mindegy. Ezek nem tudom, hogy fent kempelnek-e, vagy pedig lent valahol ott fájtolnak. Hoppa, mondjuk most hallok valakit. Lambóval jön. Oké. Okay. Jó, hát ezt hagyom. Ez eléggé fura interakció volt. Ó, itt az emberke. De laggal nézzétek meg. 50-es volt pingem. Itt van valahol a pali amúgy. És visszaszállt kocsiba. Most ott van. Most kiszállt.
Nem mész sehova. Oké. Leraktam egy aknát oda. Jó. És nekem sikerült bedarálnom. Hát ez eléggé fura fight volt, de mindegy, ellopjuk tőle a lootot, eléggé jó lootja volt. És már hallom a következő enemit. Hoppá! És az is meg lett. Na, túléltük, és ott egy lambó, szóval, vagy mi? Igen, nem egy lambó, vagy nem, de lambó, jó. Szóval még a körbe is simán be tudok menni, mondjuk, meg mindig ez a fegyom van, mondjuk hát, végül is megnyertük volna a fájtokat, szóval lehet még saját rossz ez a fegyver, mint amennyire gondolom, csak már megvan szokva, hogy mindig az ilyen MP40 vagy MP5 SMG-ket használom. Azt, ja. Szerintem gyerünk be ide ez a... Ide ez a ház, az itt eléggé jó pozink is lesz. Itt még... Nem láttam megkitezni egyet. Illetve venni egy helmet erősítőt. Meg ilyen vesztjavítókat, mert már nincsen. Úgyhogy egy ilyen, illetve... Négy ilyen. Így né. Azért fontosak. Egyet el is tolok, legyen azért fullos a izénk. És most már van izénk is 280 HP-nk. Mi lesz, hogy jó vesztünk, hogy milyen szelmetünk még mindig nincs. De mindegy. Hoppá, és ahogy kimondtam, már jelez egy izét, de az már nagyon messze van. Szóval, hogy nem halt meg. Hihetetlen, hogy mennyiket kell belelőni egy emberbe. A következő enemi. Tudom, nem tudnék már menni, hol egy kocsi ott. Hátba kell. Hátba leszek lőve szerintem. Talán el tudok osonni. Ja. Oké, és király eddig. Látok falakat, aha. És erre fájtolnak. Mondjuk nem sebzünk valami sokat. És így elárultuk a pozinkat, de mindegy most már. Még rakétalövém sincsen, hogy széklőjöm a palinak a falját. Arra is figyelem kellene, hogy hátba jöjjenek, mondjuk. Talán már erre nem lesznek a hátam mögött. De ott egy ember a fal mögött, azt tudjuk. Lehet, hogy meg kéne próbálnom. Hát nem ezt. Hanem így el így a izé mögött. Hoppá. Gyerünk már. A lábán kezdtem el lőni, aztán ott maradt az aim. Tehát ez a pali, ez már rám akar jönni. Hát az nem hiszem el. Láttatok, erről beszéltem. Lenokkolódik a pali, bazd meg, azt még vissza is éled. Mert valami csicska hátba lőtt. Tehát kész vicc amúgy. Kész nevetséges, hogy szalóban van az ember, azt lenokkolódnak az emberek, meg ilyen buziságok. Na mindegy, hát. Top 5 nem volt az olyan rossz meccs, de ezek mindig felbossznak amúgy az ilyenek. Tehát ez van ilyen szar a játék most már.
De ez nem lehet hozzászokni. És mindegy, köszönjük a figyelmet, szavaztok!